adjon Isten mindenkinek, akkor szebb jövőt, itt vagyunk augusztus 20-án, az államalapítás ünnepén. Szent István király 969 és 980 között született, ezt írja a Wikipédia, hogy a kettő között aztán 11 év közül melyik arra nem tudtam rájönni így idefelé, de ezerben királyá koronázták, ami azt jelenti, hogy vagy 20, vagy 30, vagy e 2 intervallum között koronázták királyát. Tehát igen, igen, csak fiatalon történt meg vele ez, a, ez az eset, és hát hozzá kötődik ugye a, az államalapításunk. Ne aggódjon senki, most senkit nem fogunk királyá koronázni, pláne nem ilyen fiatal, zsengekorú emberkéket, emberkéket, akik ö, itt vannak velem. Pécsi Viktória, a Mi Hazánk alelnöke. Üdvözlök mindenkit. És Erdélyi Ákos, a Mi Hazánk a Dél-Dulán szervezője. Köszöntök mindenkit. A legfontosabb szolgálati közlemény, amit már nyilván mindenki tud, és e, e köré is szeretnénk egy kicsit a beszélgetést építeni, a tavasz folyamán indított a párt egy országos plakátkampányt, hogy a 30 év alattiak között most jelenleg a mi hazánk a legnépszerűbb párt. Ehhez természetesen kellett az ellenfeleknek a sutasága is, a Momentum, a DK és a Jobbik és a Fidesz és az összes többi azért eléggé csehül állnak ebben a kérdésben, legalábbis reméljük, hogy egyre lefelé mennek, mi pedig egyre fölfelé fogunk menni. Pontos az utánpótlás kérdése, mert a forradalmainkban, akár a 48-as forradalom, akár az 56-os forradalom, de talán a rendszerváltást is tekinthetjük ide, már amennyiben sikertörténet. A forradalmainkban az idős tapasztalat és a fiatalos hív az egy olyan elegyet tudott alkotni, ami mindmáig meghatározó, hogyha Magyar Nemzetegyesítésről vagy Kárpát-medencei magyarságnak a sors kérdéseiről beszélünk. Ide is el fogunk jutni, de először egy személyes kérdéssel kezdenénk. Miért gondoltad úgy, hogy a mi hazán kifejeibe jelentkezel hány évvel ezelőtt? Hú, hát én 19-ben csatlakoztam a mi Hazánk Ifjaihoz, ami, ha jól számolom, akkor lassan ősszel lesz négy éve. Ö, szerencsére nekem a szülői hátterem az eléggé jobboldali volt ö, egész életemben, és ö, mivel már fiatalon elkezdett érdekelni a politika, ezért már, már nagyon régen úgy gondoltam, hogy szeretnék egy ö, pártnak az ifjúsági tagozatához csatlakozni. Ez régen ugye még, amikor nem tudom, tíz éves voltam, akkor még a jobbik lett volna. Na hát ez akkor úgy alakult, hogy akkor végül a mi hazánk ifjaiban kötöttem ki. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos feladatunk, és személyesen nekem is nagyon fontos feladatomnak tekintem, hogy képviseljük a fiatalokat a politikában, a jobboldali fiatalokat is, és ez a küldetés tudat miatt jutottam el oda, hogy akkor csatlakozok. Én viszont megjártam a Jobbik ifjúsági tagozatát is. Jól éreztem magam egy ideig, de aztán a kapcsolat zátonyra futott, úgyhogy a pártválasztás az egy nagyon komoly nehézség, én már túl vagyok egy csúnya válláson. Ákos, te hogy, hogy itt kötöttél ki köztünk? Csatlakozom a melyén mert én is uh, ugye főként uh, úgy uh, kezdtem el érdeklődni a, a, mi hazánk és az ifjúsági szervezete iránt, hogy ugye uh, Toroszkai László videóit elkezdtem nézni. Már ilyen 14 éves koromtól így érdekelte a történelem és a különböző fajta politikai uh, dolgok, és úgy éreztem, hogy ez az egy párt az, ami foglalkozik nem csak ugye a, a nemzetnek a különböző sorskérdéseivel, kérdéseivel, de magával a fiatalsággal, ami nélkül ugye nem lehet jövőt építeni, mert ahogy ugye mondjuk a, a plakáton is, mi vagyunk a jövő, és ö, itt találtam meg igazából azt, ami hozzám közel áll, és azokat a problémákat feszegetik itt is a ifjaknál, és arra próbálom megoldást találni, amivel igazából szerintem minden fiatal tud rokon szemvezni. Fiatalok többségét, főleg a gimnazista korosztályt azért 2023 táján inkább az foglalkoztatja, hogy hétvégén hogy tud ingyen bejutni a buliba, vagy az órák közi szünetekbe hogy tud a mobiltelefonjával pokémonokat fogni az iskolának a folyosóján, hogyan lehet ezzel nem felítni? illetve a saját közösségetekben, ami nem a párthoz tartozik, hanem a, a hétköznapi, egy akár egy, most érettségiztél, ugye? Egy, egy, iskolai közösségben milyen előnyök, vagy milyen hátrányok érnek titeket emiatt? Ria, te már régebben érettségiztél, úgyhogy most az Ákosnak annak adnám meg először, jó? Cseles, cseles. Uh... Én nekem ezek eléggé friss élmények, és úgy vettem észre, hogy nagyon nagy a megosztottság így a fiatalok körében. Amikor elkezdtem leginkább beszélni így a korosztályommal és az osztálytársaimmal és iskolatársaimmal arról, hogy ugye mi hazánkos vagyok, akkor elsőre nem is tudták, hogy miről van szó, mert a legnagyobb részük az apolitikus, abszolút nem foglalkozik a, mindennapi problémákkal, nem is nagyon érdekli őket, hogy milyen irányba harad az ország. Viszont ahogy egyre többet beszélgettem velük, most már többen rám is írnak így a volt osztályból, különböző híreket elküldenek nekem, és hogy mi a véleményem róla. Most már úgy látszik, hogy talán sikerült felkelteni az érdeklődésüket. Így nem csak ugye a mi hazánk iránt, hanem maga ugye a közélet iránt, mert végül is ez ugye az ő jövőjüket is érinti. De azért kezdetben voltak nehézségek, meg ugyanúgy vannak is, mert van egy nagyon erős liberális ilyen ellenszél, ami valószínűleg a kormánypárt elleni gyűlöletből fakad, és mivel azt gondolják, hogy a kormány az nemzeti, már pedig a jelenlegi kormányunkat elég nehéz nemzetinek nevezni a mostanság folytatott politikájával, kapcsolatban, ezért lázadásként élik meg azt, hogyha ugye a különböző nemzeti értékeinket, nyelképeinket lenézik, meg maga a haza iránti hűséget is uh, uh, becsmérlik, mondjuk úgy. És ezt kell valahogyan visszafordítani, én úgy gondolom, és szerintem emiatt meg nagyon jó úton járunk, mert mi tényleg közel tudjuk hozni a fiatalokhoz ezt, és úgy érzem, hogy a gimnazista generációt is meg lehet győzni ezzel. Egyetemi büfébe engedik a mi hazánkosokat? Nem, nem sajnos, de hogyha így is történne, én nem élnék ezzel a privilégiummal. Egyébként ezt az apolitikus a, a hangulatot a fiatalok körében én is ö, sokszor ö, tapasztaltam, sajnos nem csak középiskolában, hanem egyetemen is. Ö, nagyon sokan azon a véleményen vannak, hogy ki akarnak menni külföldre, akkor úgy könnyebb lesz, és nem azon gondolkoznak, hogy ö, esetleg hogyan lehetne jobbá tenni ö, Magyarországot, hogy esetleg itt maradjanak, hiszen ezt nem másokra kéne bízni, hanem ezt. Ö, akik itt vagyunk, nekünk kell ö, ö, elérni, hogy jó legyen. Ö, viszont én, amikor csatlakoztam 19-ben, akkor azt láttam nagyon sokakon, amikor beközöltem, hogy hát én akkor mi hazán kifejei tagja lettem, ö, nagy büszkén, hogy ö, nagyon így lenéztek, ö, hogy Úristen, politika, párt. Tehát nagyon nagyon óckodnak a fiatalok magától attól a szótól, hogy párt. Viszont ö, mi az ifjakban próbáljuk azt is ö, Öhm, megértetni, meg elérni, hogy, hogy mi, mi, nem csak úgy, hogy mint, 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 mint hogyha pártkatonák lennék, mert sokan ugye itt tekintenek egy ifjúsági öhm, tagozatra külső szemmel, hanem tényleg egy közösség is vagyunk, és olyan problémákkal öhm, foglalkozunk, amik, amik nem csak ilyen nagy kérdések, hogy akkor hogy lehetne, a, a, persze azzal is, hogy, hogy lehetne mondjuk az oktatást megreformálni, hanem ö, kisebb kérdésekkel is, amik, ö, amik a, viszont a mindennapi életben lehet, hogy egyébként, hogy valaki belegondol, hogy mi most a legnagyobb problémám az életben, akkor nem ebbe fog belegondolni, de amikor ott áll a szituációban, például ö, ugye Sokat beszéltünk mostanában a repoháról, akkor látja a problémát, és én azt gondolom, hogy ez nagyon sok fiatalt tud hozzánk szólítani. Viszont mind a ketten a fiatalok apolitikusságát mondtátok, és én erre meg rácáfolnék, mert láttuk a Sziget Fesztiválon, például a Krubi vagy a Karzonkoma koncertjén, hogy 35-40 ezer fiatal ordította egyszerre, hogy fakó lóháton, despotaszultán kimerede mondani, hogy meg Orbán, és ezek a fiatalok azért eléggé eltökéltnek és dühösnek tűnnek, és nem hogy a politikusnak, hanem kifejezetten politikailag eszmértnek, ráadásul a liberális oldalon, hogyan lehet őket vagy ezeket ellensúlyozni? Igazából jó kérdés, mert a zenekaroknak nagyon nagy ilyen közösség megfogó erejük van, meg azért olyan zenekarokról van szó, amik elég erőteljesen ezeket a rétegeket hozzák be, és ha például az adott illető nem is feltétlenül van meg a politikai világnézete, akkor ezek a zenekarok, ahova ugye ő eljár, mert tetszik neki a különböző szerelmi bánatról szóló dallamok például, akkor utána elkezdi akaratlanul is meghallgatni azokat a zenéket, amik ugye a politikáról szólnak, és ezzel könnyen be tudják őket gyűrűzni. De ennek mondjuk a kormánynak is nagy felelőssége van benne, hisz pont most robbant ki a hír azzal a kapcsolatban, hogy a Carson Kómát mennyi pénzzel támogatták, úgyhogy maga a Carson az egyik koncertjén. Nem kirobbant a hír, hanem a magyar jelen kitűnő újságírója fölfelezte. Igen, 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 szóval a, magyar jelenen lett kirobbanó hír, és az volt ugye benne, hogy az egyik koncertjükön a Carson egy olyan ember is föllépett előadni, velük együtt énekelni, aki a rendőrgyilkosságokra bíztat konkrétan. És úgy érzem, hogy ez nagyon veszélyes trend, hogy ezt követik a fiatalok. Olyan zenekarokat, akiknek az ideológiai szerintem egy jó érzési magyar embernek teljesen visszatetsző. És ezért ki kell építeni a saját puff kultúránkat. Szerintem az lenne a legjobb erre, hogy ugye visszatérítsük őket ideológiailag is. És erre a legjobb egy ilyen rendezvény, mint itt is. Ugye érkeznek majd később a ABCD zenekar is, meg a Hungarika. És uh, amilyen fronton lehet, ott kell megfogni szerintem a fiatalokat, és az egyik az ilyen pont a zene, és ez is bebizonyította, hogy ugye a politikusságból politikusságot lehet csinálni, csak a megfelelő uh, eszköz kell hozzá, az pedig a zene jelenleg a fiataloknál én úgy gondolom. Igen egyébként az előadóknak, hírességeknek, vagy akár influencereknek, sajnos vagy nem sajnos nagyon nagy felelősségük van az ilyen úgymond tömegek felé, fiatalok felé, ugyanis az ő zenéjükkel, az ő megnyilvánulásaikkal nagyon tudják befolyásolni a, a mondjuk követő rétegeiket, a, 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 nem, a hallgatóikat, stb. És én csatlakoznék ugyanúgy Ákoshoz, hogy igen, ki kell építeni nekünk is a, sajátjainkat, a saját, saját zenéinket, hogy ezzel a fiatalokat megszólítsuk. De egyébként például öm, olyanokkal is meg tudjuk, mert nagyon, sok, nagyon ugye elterjedt ez a műfaj, ez a podcast, amit öm, nagyon sok fiatal hallgat, akár háttérben, akár akárhogy, de mégis az ott öm, jelenlévők véleményé <coughs> megragad bennük. És öm, például mi is az ifjakkal ezért indítottunk el egy podcastet, hogy ezzel is még egy fronton meg tudjuk szólítani a fiatalokat. Mi az, amit a mi hazánk ifjai még a politikán túl vagy a mellett kínál a fiataloknak? Már csak azért is, mert ezek a, ezek a legszebb éveink. Tehát, hogy ennél, és a fiataloknak is, ennél szebbek, okosabbak, rátermettebbek már nem leszünk. A tapasztalat még jöhet, de milyen eszközökkel lehet rávenni mondjuk egy mostani fiatalat, hogy Figyelj, öcsém, ide tedd a legszebb éveinket hozzád, mert itt fogod a legtöbbet kapni. Ide csatlakozzál, és ne akármilyen másik szervezethez, ne, ne legyél LMBTQ aktivista, ne legyél antifa, ne vigyenek el téged a, a különböző tudatmódosítószerek. Hogyan lehet ezzel fölvenni a versenyt? Sugalni kell azt is, hogy mi nem csak egy politikai közösség vagyunk, hanem ezzel együtt egy bajtási közösség, amit most már nagyon jól megmutat az is, hogy a különböző megemlékezéseken kívül már van ugye ifjúsági, vagyis az ifjaknak van külön tábora, amit már lassan rendszerességgel fogunk megtartani, ahol nagyon jó programok vannak, jó bulik is, és ott végül is lehet építeni a baráti kapcsolatokat, és ez nagyon jó lehetőség arra, hogy új emberekkel ismerkedjünk meg, és tényleg egy Végre nem a gép előtt kell vadászni haverokat, akikkel tudunk menni gémálni, hanem ott vagyunk személyesen, tudunk bulizni, és olyanok között vagyunk, akik ugyanúgy gondolkodnak, mint mi. És a, a, a tábor mellett még szeretném megemlíteni a sportnapot is, ami most került megtartásra, ez ugye a belső közösségünk számára van. És az is nagyon jó lehetőség arra, hogy megmutassa mindenki, hogy ki mit tud, melyik sportban tud jeleskedni, és ez szintén nagyon jó közösségépítő hatással van. Röviden szerintem így tudnám összefoglalni azt, hogy a politikán kívül még mi vonz be minket. Igen, én is a közösséget emelném ki. Egyébként pont Mákos is, meg én is a sportnapról jöttünk el, ami imárom már negyedjére lett megtartva. Én én azt gondolom, hogy aki az ifjakba csatlakozik, az, hogyha politikával akar foglalkozni, akkor azt is megtehet, hiszen vannak stábjaink, kabineteink, amik mindenféle ügyes-bajos dologgal, politikai dologgal foglalkoznak. De viszont, hogyha tényleg egy, egy jobboldali, baráti, bajtársi közösségre vágyik, akkor azt is megtalálja. Ugye említetted, hogy van sportnapunk, sportol, tehát sportolásra is van lehetőség, hiszen egyébként a megyei szervezeteinkben is vannak ilyen önszerveződő, akár foci, vagy csak szimplán közösen elmennek edzeni. Ez is, ez is egy olyan közösségformáló folyamat, ami, ami nagyon fontos a fiataloknak, hiszen most ugye a telefon telefonok, meg a mindenféle okos kütyüknek a, a világában... Én azt gondolom, hogy sokkal nehezebb a személyes kapcsolatokat kiépíteni, és mi pont ezt szeretnénk erősíteni, hogy a személyes kapcsolatok épüljenek ki, ahelyett, hogy a számítógép előtt ülünk, és igen, ahogy említetted ott próbálunk barátokat szerezni, és esetleg találkozni, hogyha hajlandó velünk. Úgyhogy én is így ennyiben foglalnám össze. Két gyors személyeset is kérdeznék vissza, a szürke a szürkék a hétköznapok, mi hazánk ifjai takként, mi az, amit csináltok mondjuk hétfőtől péntekig? E, igazából az önkormányzati választásokra készülődő, most nem mondanám egyik napomat se szürkének, hiszen elég sok helyi problémával kell foglalkozni, amit örömmel is csinálok, és tényleg jól esik az, amikor látom, hogy bármelyik, vagy valamelyik ügyet, amit ugye felkaroltam és bejelentettem, azt utána a megoldásra került. De az ifjakon belül is ö, vannak különböző aktivitások, ezért próbálok mindenkit a, szervez, a helyi szervezetbe is ö, mozgósítani, mert ugye sokan hívják ezt Szezonnak, de azért mégis úgy jönünk vele, hogy a csapatépítés a legfontosabb. Ezért most tervezünk is majd ö, egy ilyen erdei túrát a helyi csapattal somogyba, ott ö, Balaton környékén. Ö, kíváncsi vagyok, hogy majd ö, az milyen lesz, mert már nagyon várják a többiek is, mert mondtam nekik. Szóval attól még, hogy nyár van és pihenés, mi folyamatosan csináljuk a dolgokat, és nem engedjük el a közösséget, meg magáért a pártért tisztesszünk, ahogy ugye mondtam, az önkormányzati választásokra készülődve, ez ugye elengedhetetlen. Röviden, igazából szerintem. Én kicsit az országos dolgokról beszélnék. Én azt gondolom, hogy dolog az mindig van, tök mindegy, hogy tél vagy nyár van, vagy húesés, vagy napsütés. Folyamatosan például figyeljük a, a híreket is, mert tényleg napról-napra változtathatnak olyan törvényeket, amit a fia, amik a fiatalokat érintik, és nekünk feladatunk, hogy ezeket elemezzük, és valamilyen reakciót adjunk ki. Um, illetve ugye folyamatosak a jelentkezők is um, amit um, te regionális szervezőként Mákos biztos, hogy um, tapasztalsz hiszen ti veszitek fel velük a kapcsolatot hozzánk érkeznek be um, úgyhogy um, az a folyamatosan bűvülő csapat miatt is a, a munka is um, egyre több, de én, én élvezem úgyhogy nekem nem szürkék a hétköznapjaim um, egyetem és munka mellett nagyon-nagyon szeretem csinálni ezt úgyhogy nem úgy színes, mint a szivárvány, vagy nem az a szivárvány, de, de színes. Itt az egyetemnél érdemes megemlíteni, hogy most ősszel is elindítja mi az ánk a gyakornoki programját, jól mondom, ez csak egy gyors bólintás. Igen, igen. Úgyhogy a jelen lévőknek, hogyha van olyan ismerősük, aki egyetemista hallgatói jogviszonya rendelkezik, és kellene neki egy gyakornoki hely, ahogy majd szépen alá tudja iratni a Kis lesz a hogy ezt megtette, akkor ezt a mi parlamenti frakció mellett megteheti. Jelenleg is van olyan mi azánk tagunk, aki nem is egy évvel ezt, tehát tavaly októberben gyakornokunk lett, és most pedig a, a, az irodaházban segíti a frakció munkáját. Úgyhogy mindenkit várunk szeretettel. Szerintem ez egy nagyon jó lehetőség. Annak idején én is így a, a jobbikon keresztül ebben a gyakornoki programban érkeztem végeredményesen, vég, 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 meg a a nemzeti oldal politizálás, nemzeti oldalon lévő politizálás színhelyére. Ami még fontos, a törvényeket is mondta Dria, hogy az elmúlt hónapokban nagyport kavartak a repoharak rendszere. Aki, aki ezt nem tudná, arról szó, hogy amikor a fiatal bemegy valahova és vesz egy sört, akkor neki külön a pohárért betétdíjat kell fizetni, 500, 600 vagy 800 forintot, amit a végén elméletben visszakaphat. De hát mennyire életszerű persze az, hogy az ember megiszik egy sört, vagy akár 11-et, és akkor gyűjtögeti a poharait, hajnal négykor meg megpróbálja visszaváltani, kilométeres sorok vannak. Nyilván az egész rendszert úgy találták ki, hogy ne lehessen ezeket a reporokat visszaváltani. Csináltunk egy rövid interjút, megkérdeztünk egy kocsmába egy csomó fiatalt, és mindenki azt mondta, hogy neki ebből már 10, 15, 20, száz darab van otthon, mert egyszerűen nem tud vele mit kezdeni. Ezeket a betétdiakat természetesen egy Cap Revolution nevezetű cég tesz ízsebre, ami hát hogy, hogy nem Tiborz István egyik baráti köréhez tartozik. A Mi azán kiféje elnöke Binder Csaba egy sajtótájékoztató keretében hívta föl erre a figyelmet, és akkor erre pedig azt reagálta az iparkamara, hogy kiadtak egy ajánlást, hogy ezt mégsem szabadna így csinálni, hanem sokkal szebben, és előbb-utóbb én egészen biztos vagyok benne, hogy ebből törvénymódosítás lesz. A másik ilyen ügy pedig a fiatalok, a 20 év alatti fiatalok ingyenes jogosítványhoz jutása. Természetesen azokról a 20 év alatti fiatalokról van szó, akik valahogyan elvégezték az általános iskolát. Kell mondanom Miskolcon, hogy azért potenciálisan milyen fiatalokat zár ki a rendszerből ez a javaslat. Természetesen ez sem véletlen. Szóval lényeg a lényeg, hogy most arról lehetett olvasni az elmúlt héten, hogy 2024 őszétől a kormány ezt is napirendre fogja venni, és valószínűleg át is fog menni a parlamenten, hogy ezek a fiatalok ingyenesen juthassak jogos, juthassak jogosítványhoz, mert most már majdnem 500 ezer forintra rúgja egy jogosítvány. Kinek az ötlete volt ez? Közösen alkottuk ezt az ötletet, mindannyiunk beletette a, 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 az ötleteit a, az agyát, mert egyébként ez a viradat is szerepelt, a Mi Hazánk választási program füzetében mi szerepelt egyébként ez a javaslat, és újra elővettük, hiszen nagyon sok fiatal jelezte felénk, hogy, hogy tényleg ez a 500 ezer forint minimum, amit ki kell pengetni egy, egy fiatalnak, vagy akár a szüleinek, hogy jogosítványhoz juthasson. Ezt, ezt tényleg nagyon sok család nem tudja megengedni, főleg, hogyha valahol akár több gyerek-gyermek fiatal van. Ez egy, ez egy család, átlagos magyar családnak, ez nagyon nagy megtárhelés. És én, én, én nagyon büszke vagyok, azt gondolom, arra, hogy hogy beadtak egy ilyen törvény-törvény törvénymódosítás? módosítást, ami ezt lehetővé teszi és mi a továbbiakban is kiállunk emellett. is, például ez is egy olyan probléma, amiről ö, beszéltem talán a beszélgetésünk elején, hogy ö, nem csak ö, nagy távlafatokban gondolkodunk, hanem tényleg a kis részletekbe is, vagy például a, rep, a repoharas ö, ö, dolog is, hiszen ö, Tényleg a fiatal csak akkor szembesül, amikor mondjuk ki kell csengetni azt az 500 ezer forintot, amikor nem tudja visszaváltani a repoharat, és már ott, már 200 darab a szekrénybe, és nem tud vele mit csinálni, akkor szembesül, hogy hú, hát ez is probléma. De jó lenne, hogyha valaki ö, felszólalna ez ügyben, és itt vagyunk mi, akik, akik felszólalunk. És ez azért fontos, mert nem a fiatal fogja kicsengetni az 500 forintot, hanem önök fogják kicsengetni, a szülők fizeti ki jellemzően, vagy a nagyszülők dobják össze. Hát 500 forintot nem nagyon lehet húsvétonként ezt elocsalkodni, bár akármennyire is igyekszik a fiatal. A reporrakra még visszatér, vagy én is azt vettem észre, főleg ott a saját baráti körömbe, a Csomogyba, hogy ők is főleg gyűjtők lettek, mert ugye visszaadni nem nagyon van lehetőségük, vagy nem nagyon akarják, mert ugye a pénzüket nem kapják vissza. És ez onnan is látszik, hogy amikor például megveszünk egy 1100 forintos sört valamelyik koncerten, akkor abból mondjuk azt, hogy 400 a maga a sör, de abból pedig 600 a pohár. Szóval igazából mi nem is azért fizetünk, hogy ugye ígyunk ott valamit, hanem a pohárt fizetjük ki, és ez egy nagyon nagy lehúzás, mert nagyon sokat tudnak keresni, és erre nagyon jó megoldás lenne az, ugye, amit javasolt ugye, a, ifj, a ifjaknak ugye, a, a vezetősége. Azt érdemes ennek kapcsán kiemelni, hogy a 2010 óta, hogyha figyeljük, figyeltek a politikát, akkor pártok, frakciók vannak úgy most már ide, tovább 13 éve, hogy semmilyen érdemi javaslatot nem tudtak átverni a kettő-harmados kormányzáson, mert ugye, úgy állnak hozzá, hogy O1G, és azonnal a Fidesz takarodjon. Természetesen mi is a Fidesznek és a kormánynak az ellenzéke vagyunk, de a jobb oldali ellenzéke, mint ifjúsági szervezet, és nyilván, mint a, a, a nagy mi hazánk. Ezért tartom elsősorban azt az nagy eredménynek, hogy ilyen javaslatokkal is tudunk operálni. Egy egy konstruktívabb hangvétel az, az, talán többet ér, hogyha az ügyeket kell megoldani. És hogyha már itt tartunk, akkor emlékszünk, hogy a Covid diktatúra idején rengeteg egyetemi hallgató diszkriminációban részesült. Az oltatlan egyetemi hallgatók nem költözhettek be, az egyébként nekik már korábban megítélt kollégiumi helyeiket, kollégiumi szobáikat nem, fogadhat, nem foglalhatták el. És hogyha jól emlékszem, akkor egyedül a mi hazán kifjai volt, aki ezzel ellen felszólalt. Igen, sajnos az én egyetemen is, és az én szakomon is előfordult olyan hallgató, aki ezért nem tudott beköltözni a kollégiumába, sőt, nálunk ezt nyilván egyeteme válogatta, de nálunk például az, a programokon se vehettek részt, amik az, az oktatás, tehát az oktatásukat segítette volna, a fejlődésüket segítette volna, és hát sokan ezért kényszerültek abba a helyzetbe, hogy beolt, beoltsák magukat, bármennyire ö, nem szerették volna. Mi, mi akkor is, ö, és most is felháborítanak, ö, tartottuk és tartjuk ö, ezt az eljárást. Hiszen ö, ugyanúgy, ahogy önök is, a fiatalok is dönthessék el, és nehogy már a, a, a saját ö, jövőjük, a saját oktatásuk ö, ö, kerüljön veszélybe egy ilyen ö, agymenés miatt. Az egyetemek mellett ugye a középiskolában is érezhető volt a Covid diktatúra, hiszen nálunk nem lehetett úgy mászkálni a folyosón, hogyha nem volt rajtunk ugye a mindenre, mindent megvédő szájmaszk, és ott is érezhető volt azért a nyomás arra, hogy beoltassuk magunkat, én jó magam persze nem tettem szerencsére, viszont sok osztálytársamat azzal tudták meggyőzni, hogy ugye csak így mehetsz külföldre, csak így mehetsz el koncertezni, csak így mehetsz el bulizni. És ahogy mondta a Dani, ugye ezek a legszebb éveink, és sokan nem akarják feláldozni ezt most éppen ebben a pillanatban, és ezért beoltatták magukat. És sok ismerősről hallottam is, hogy milyen különböző fajta következménye lettek, főleg ugye a hormonális változások kapcsán és a menstruáció ciklus teljes felborulása volt az, amiről legtöbben beszámoltak így ismerősök az iskolában. Meg azt is hozzá kell voltak olyan tanárok, akik úgy, hogy szerintem ez nem tartozik a hatáskörükbe, de nő, konkrétan biztatták a, diák, a diákokat arra, hogy be magukat, mert ezzel, hogy a tanárt is jobban védik, és már egy ilyen lelkifulldalást akartak okozni a diákoknak, hogy most Pistika azért oltasd be magad, mert Marika néni ott van neked a matekórán, és akkor ha nem oltatod be magad, akkor szegénykét meg tudod fertőzni, és akkor nem lesz több matekóra. Mondjuk, jó, ez bizonyos gyerekeknél lehet, hogy nem lett volna elrendtető tényező, hogy pont a matekot hoztam föl példának, de, de a lényeg ugye az ez. Más probléma is van, és más megkülönböztetés is van az egyetemi kollégiumokban. Nem engedik készpénzzel fizetni a fiatalokat a koleszért? Igen, ö, nemrég tartott sajtótájékoztatomban ö, mondtam el ezt a problémát, hiszen ö, szintén ö, Akár külsős fiatalok is jelezték felénk, hogy ö, nekik csak azért kell bankszámlát nyitniuk, hogy a kollégiumot be tudják fizetni, hogy a, hogy a ösztöndíjukat esetleg megkapják, stb. 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 Tehát már az egyetemi jelentkezéshez, amikor beiratkoznak, már vinni kell, hogy nekem ez a bankszámla számom, és hogyha nincsen, akkor akkor, akkor, akkor szia! Tehát, hogy akkor nem játsz kollégiumba. És ö, ezért is szorgalmaztuk azt, hogy lehessen készpénzben fizetni, hiszen ö, O, rendben, hogy vannak ö, ö, olyan ö, bankkártyák, bankszámlák, amik mondjuk 24 év alatt ö, ö, ingyenes a vezetés de viszont nagyon sok rejtett költségei vannak, tehát azért ezt, a, ezt az ingyenességet is ö, ö, vitatnám. Ö, Úgyhogy igen, hát a covid oltások után a készpénz használatban is azt, hogy korlátozzák a hallgatókat, és azt, hogy de Ákos majd jelez felém, hogy vannak ugye középiskolai kollégiumok, hogy ott hogy működik, azt nem látom át, de sajnos az egyetemeken gyakorlatilag az ország minden egyetemén így működik. Én úgy tudom, hogy még a középiskoláknál ott lehet készpénzzel fizetni a kollégiumért, most nem tudom, hogy változott-e, de amikor még én voltam gimnazista, és oda jártak ismerőseim a Koliba, akkor még úgy tudtam, hogy lehet. Viszont itt arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy már innen is látszik, hogy nem csak az idősebbeket és a középkorúakat befolyásolja a készpénznek az eltörlése, hanem már fiatalokra is hatással van, és éppen ezért fontos az, hogy mi, mint ugye a pártnak az ifjúsági tagozata, fölhívjuk erre is a figyelmet, hogy már nem, csak a, a, a középkorúak és az idősebbek vannak veszélyben, hogyha készpénzzel akarnak fizetni, de már a fiatalokat is arra nevelik, hogy ugye a készpénzet váltsa fel a, a mert az neked kényelmesebb, de egy csomó hátulütője, amivel ugye ö, ezek után tudnak rendelkezni, mint például ugye a, a teljes digitalizáció a pénzben, a Kínában látható kreditrendszer. Ki tudja, hogy hol lesz itt a megáll, hogyha ezt egyszer elkezdik ugye ö, jobban, erősebben tolni. És ugye nem is beszéltünk még a, a diktatórikus megfigyelőrendszerekre, amit hogyha látják, hogy hol vásárol az ember, akkor utána nyomon tudják követni minden egyes lépését menjünk egy -e vissza, általános iskola első osztály, itt is veszélyben van a szülőknek, nem csak a készpénze, hanem a bankszámla pénze is. 100 ezer forintra rúg most egy elsős gyermeknek a beiskolázása, ami irgalmatlan terhet ró a családokra, és úgy, hogy a tankönyvek ingyenesek. Tehát, hogyha ezek nem lennének, akkor ez még több-több és több lesz, és hát az évről évre nehezebb lesz. A... ezzel kapcsolatban pedig egy jó kezdeményezésre hívnám fel a figyelmet egy helyi kecskeméti kezdeményezés, egy varástáska akció keretén belül mindenki adományozhat az iskola kezdők számára, akik a legrászorúbbak, így 200-300 gyereket sikerül városi szinten beiskolázni. Hogyan lehet föllépni az ellen, hogy nem minden fiatal ugyanolyan anyagi körülmények között jön, hogy lehet azt megakadályozni, hogy valaki már az első becsengetés előtt olyan hátrányjal indul, amit nem fog tudni ledolgozni? Nyilván ja, ez egy sokrétű kérdés, és hogyha elkezdenénk sorolni, hogy mit lehetne ezzel ellen tenni, akkor ö, itt, ülnék, ö, itt, ülnénk estig. Ö, én, én, arra szeretném, én azt szeretném kiemelni, hogy ö, ugye a, a kormány mindig azzal ö, védekezik, hogy hát de hát, hogy az étkeztetés nagyon sok gyermek számára ingyenes, hát de hát a tankönyvek azok ö, ingyenesek lettek, miközben egyébként a, családoknak járó iskolakezdési támogatások, azok nagyjából ilyen 8 és 20 ezer forint közé tehető, és amit elmondtad, hogy egy iskolakezdés, főleg egy elsős gyermeknek nem 8 és 20 ezer forint között van, már én régen voltam általános iskolás, de, de már akkor is ö, láttam, hiszen ö, olyan iskolába jártam, ahol nagyon vegyes ö, volt, a, a, hogy milyen anyagi háttérrel rendelkező szülei voltak az osztálytársaimnak. Ö, és már ott is láttam, hogy igen, akinek ö, nem olyan volt, vagy nem tudta esetleg megvenni technika órára ö, azokat a dolgokat, akkor, ö, akkor igen, már hátrányal ö, indult. És, és nem csak az, hogy ö, mondjuk a, a, az osztálytársai körébe, hogy mondjuk esetleg lenéznék emiatt, mert szerencsére ö, nálunk ilyen nem volt, de nagyon sok helyen sajnos előfordul, hanem ugye az oktatásban is, hogy nem, nem, nem olyan minőségi a füzete, amiben ö, amiben rendelkezik, stb. stb. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon sokrétű sok és fontos kérdés, ö, ami maga, tehát hogy az oktatásnak, a problémájának csak az egyik ö, ö, része, hiszen nagyon sok ö, probléma még ezen kívül. De Ákos közelebb volt, ez van az első osztályos talán időben, úgyhogy átadnám neki ezt. Mondhatjuk így is, bár nekem is kicsit fakók már az emlékeim. Viszont itt inkább a kormánynak a felelősségére helyezném ki a figyelmet, mert azért mégis egy olyan kormányról beszélünk, aki nagyon bőszen hirdeti azt, hogy ők a családok pártján és a, a családi otthonteremtésről is mindig szó van. Viszont hogyha ezek az otthonteremtési támogatások nem inflációkövetőek, mint ahogyan nem is azok, így nagyon sok plusz pénzt ki kell adniuk a családoknak, ami nagyon megterheli a pénztárcájukat, és akkor még itt jön képbe, amit ugye Dani barátunk is említett az iskolakezdéshez, hogy még alig jutunk el az iskolakezdéshez, de már addigra kifoly lehet a pénztárca, és ilyen infláció mellett nehéz is előre tervezni, főleg, hogyha valakinek több gyereke van, több éhes szájat kell letetni, akkor ilyen élelmiszerárak mellett ez nagyon nehezen finanszírozható. Oké, okay. elvándorlás következik, ezt sem kerülhetjük meg. A budapesti fiatalok, budapesti gimnazista korosztálynak több mint a 60%-a nyilatkozta azt a legfrissebb felmérések alapján, hogy ő az életét külföldön képzeli el. A vidéki megyeszékhelyeken ez az arány 50%, a kis településeken is meghaladja a 40%-ot. Más kérdés, hogy a kis településekről jó esélye nem fognak tudni a fiatalok kijutni külföldre, mert annyira akkor a szegénység a legtöbb esetben, hogy a repülőjegyet sem nagyon tudják összedobni. Mi a véleményetek az elvándorlásról, mennyi az az idő, amit esetleg lehet, vagy szabad, vagy akár kell is külföldön tartózkodni, milyen felelősségem van egy nemzetben gondolkodó fiatalnak ebben. Igen, és ez sajnos évről évre egyre romló tendencia, hogy a fiatalok kiszeretnének vándorolni, és ez sajnos nem csak, mit Magyarországon, tehát ez regionális kérdés is. Tehát, hogyha megnézzük a környező országokat, ők is akkor a, a fényes nyugatra szeretnének menni, hiszen majd ott mennyivel jobb lesz, ott majd jó lesz. Ez valószínűleg um, annak is köszönhető, bár nem a mostani kormánynak is, de én azt gondolom, hogy az elmúlt 30 év elhibázott um, politikai folyamat, uh, folyamatainak is. Um, 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 igen, köszönhető, köszönöm szépen, Ákos. Um, és uh, igazából én átadom neked a szót, mert most Dani megzavarod. Rendben, szóval a elvándorlás kapcsán itt igazából azt hoznám fel, hogy ilyen nagyon uh, komolyan uh média szinten legalábbis foglalkozik a kormány a bevándorlással, de olyan fontos lenne foglalkozni hogy az elvándorlással is. Én inkább úgy gondolom, vagyis ahogy én beszéltem az én korosztályommal, hogy főként a gazdasági problémák azok, amik arra ösztönzik a fiatalokat, hogy elmenjenek külföldre. Viszont itt arra kéne fölhívni a figyelmüket, hogy azt lássák, hogy azzal, hogy kimennek, nem oldódik meg minden gondjuk, hisz azért egy teljesen másik fajta társadalomba fognak betagozódni, hogyha egyszerűen sikerül nekik a betagozódás, és tudnak asszimilálódni oda az új társadalomhoz. Meg kell tanulniuk ugye nyelveket, arra se van mert mindenkinek ugye a készsége hogy a nyelvet tanuljon, és azért most már azzal is számolnunk kell, hogy mivel egyre nagyobb a bevándorlást, és a nyugati országok nem annyira szeretik őket elutasítani, sőt, inkább még a befogadást szokták erőltetni, ezért olyan fontos közbiztonsági Uh, agályok merülnek föl a külföldre költözés kapcsán, amit szerintem nem lehet pénzben megfizetni. Szóval az, hogy én kimegyek a boltba, és uh, uh, akár este tízkor is le tudok menni egyet a havarokkal bulizni, és utána biztonságosan haza tudok uh, menni, az szerintem megfizethetetlen, ami például Göteborgben nem lenne teljesíthető, vagy Londonnak a bizonyos utcáin sem fejezem a gondolatmeneteimet. Én azt gondolom, hogy nekünk fiataloknak, amit ugye elmondtam a, a beszélgetésünk kezdetén is, meg kell ö, mutatni, hogy igenis érdemes otthon ö, itthon maradni, és meg kell oldani azokat a problémákat, a, amik miatt kiszeretnének vándorolni. De egyébként én nem, a, nem feltétlenül a fiatalokat hibáztatnám ö, emiatt, hiszen amíg azt látja, hogy mondjuk a, a szülei sem ö, jönnek éppen, hogy hó végén meg tudják venni még a, a vacsorának valót, stb. stb., addig. Ö, nem várhatjuk el egy fiataltól, hogy olyan nagyon fényes jövőt szeretne. És ö, ö, például hiába akarna mondjuk egyetemre is jelentkezni, hiszen ö, nagyon sok ö, külföldi jön, például ugye most ugye kínai egyetemet akarnak építeni, vagy a Stipendium Hungari, Hungaricum program, ami szintén a, ahelyett, hogy a hazai fiatalokat támogatnák, hogy jó oktatást szerezzenek, vagy esetleg kimenjenek külföldre, rendben tudjuk, hogy van az Erasmus, ami most már igazából nincs is, Uh, ahelyett, hogy behoznánk a, a külföldi tudást, illetve azt, hogy világot lássanak, és ne dolgozni, hanem tanulni menjenek ki, uh, ahelyett a külföldieket támogatja a kormány, hogy ide jöjjenek be, uh, a mi tudásunkat úgymond déjjék fel, és utána uh, kimenjenek. Uh, vagy hát nagyon nem fognak itt letelepedni, hanem öm, kivigyék azt a tudást, és a, a, a magyar fiatal meg nem tud mit csinálni, hát akkor nyilván a megélhetéséről akkor akkor azt mondja, hogy akkor sziasztok, nekem ebből elegem van. Én azt gondolom, hogy az kell nagyon fontos feladatunk, hogy meg kell mutatnunk a fiataloknak, hogy, hogy igenis van Magyarországon jövő, egy jövőképet kell adni nekik, ami itthon tarthatja őket, és a mi hazánk öm, ifjaival öm, mi minden nap ezen dolgozunk. Ha jobban figyeltem volna annak idején a filozófia órán, akkor tudnám, hogy melyik nagy bölcs gondolkodó mondta, hogy a politika az a kívánalmak és a lehetőségek közötti egyensúlyozás művészete. Tehát például a mi hazánk ifjé és a mi sem tudja azt javasolni a parlamentben, hogy akkor kedről szerdára Tírtsuk meg a kivándorlást. De olyan eszközökkel, olyan javaslatokkal lehet élni, amik ezt implicit módon gátolják. Például, hogyha egy fiatal 20 év alatt ingyen meg tudja szerezni a jogosítványát, akkor már B-kategóriás jogsival rögtön könnyebben tud munkát vállalni, és országon belül is könnyebben tud közlekedni. Ne Nehagyj Isten, családi segítséggel vesz egy autót. Amint ebben a pillanatban ez megtörténik, azt már rögtön sokkal nehezebb kivinni. De persze, egy kicsit gyönge év lenne, hogy majd az autó fog minket, itthon tartani, vagy majd az autó miatt nem fogunk kivándorolni Angliába, de ezek mind, mind nagyon fontos és apró pici lépések annak irányába, hogy minél több fiatal képzelje itthon a jövőjét. Csak még egy gondolat ez, hogy a gazdasági nehézségek azok kétségkívül kívül fönnállnak, és talán az elkövetkezendő években még súlyosbodni fognak, viszont már London említette, ugye Londonban van talán a legnagyobb számú magyar kisebbség, az angol nyelvben a pénz az megszámálhatatlan. A magyar ember azért nagyon jól meg tudja számolni, nem kell annyira kutakodni a pénztárcába, Másodpercek alatt össze lehet számolni azokat a szerény fizetéseket, amikkel élünk, de a pénz az egy megszámláltatlan fogalom, mindig lehet belőle újat keresni. Az angol nyelvben és a magyarban is a haza viszont megszámlálható, abból egyetlen egy darab van, és már csak az erre való irítségünk, büszkeségünk is itthon kell, hogy tartson minket, vagy legalább meg kellene próbálni boldogulni itthon. Ez, a, ez az én véleményem ezzel kapcsolatban. A, a másik fontos, amit ö, nem említettünk, hogy a mi hazánk ifjaiba való fölvételi folyamat az hogyan zajlik, mik a kizáró okok, vannak-e kizáró okok, most ha itt ülne egy balliberális 444 es újságíró, akkor megkérdezné, hogy fölveszünk-e, ezt, ezt a Bermuda háromszöget szokták mindig kérdezni, hogy zsidót, cigányt, meleget fölveszünk-e a mi hazánk ifjaiba, fölveszünk Hát én azon a véleményem vagyok, hogy hosszú távon az értékeink nem egyeznének meg, de hogyha persze olyan jelentkezne, aki teljesen elkötelezett a hazálaja iránt és a mi hazánk programja iránt, bár ilyenről eddig nem tudok, akkor lehet, hogy tudnánk integrálni a szervezetbe, de szerintem, hogy az előbb is mondtam, hosszú távon az értékeink nem egyeznének meg, és konfliktusok születnének csak belőle. Igen, nekem is ez a, a véleményem, és szerintem ugye az egész mi az enki közösségében beszélhetek, hogy ez a véleményünk. Aki, ö, akinek a, ő neki az identitása magyar, az természetesen persze csatlakozhat. Nyilván utána az majd elválik a, a napok, hetek, hónapok évek alatt, amíg amíg itt van, itt dolgozik közöttünk, ö, úgyis elválik, hogy ide való vagy sem, hiszen. Ö, például az a állatvilágban is megfigyelhetjük, hogy a nem, nem odaillőt azt úgy is kitaszítja a, a, a közössége. Viszont, hogyha tényleg mi azt gondolja, hogy nem az az első identitása, hogy, hogy ő, 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 ő meleg és, 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 szivárvány az első zászló, ami ha eszébe jut, hogy, hogy vegyünk zászlót, vagy hozzunk zászlót, hanem, a, a, hanem hogy az, hogy én magyar vagyok, nekem az az identitásom, hogy én magyar vagyok, ö, stb., akkor, akkor persze csatlakozhat csak, hát igen, utána majd ki fognak ütközni azok a, 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 a dolgok, ami miatt nem mi fogjuk tehát hogy ez egy ilyen folyamat lesz, hogy ő fog eltávozni, mert nem fogja jól érezni magát közöttünk ezen a véleményen. Az is itt ontarthat egyébként egy fiatal, hogyha csatlakozik a mi Hazánk ifjaiba ezt a mi hazánk.hu per mi hazánk ifjain lehet megtenni, és a mi hazánk ifjainak a tevékenységét lehet még követni a Facebookon, a TikTokon, az Instagramon és minden ilyen nyugati felületen, de a legjobb az, hogyha élőben és személyesen jönnek el és meghallgatnak, minket csatlakoznak hozzánk. Önök ezt megtették, úgyhogy ezt most nagyon szépen köszönjük. Pércsi Viktoriával, és Erdélyi Ákossal beszélgettem, és úgy látom, hogy itt nem kell fizetni a repohárért, úgyhogy szerintem verjünk le egy sört faragó. Dani voltam, köszönjük a figyelmet, sziasztok!